Akiket most láttunk az imént, ők voltak a kővágó őrs. Itt ez egy ilyen helyi foglalkozás egyébként, ez a kővágás? Általában igen. Általában igen. Hogy kell követ vágni? Tanítsatok meg engem. Itt kell tőzni. Na, földhöz kell vágni, vagy kalapáccsal kell szépen? Lemegyünk követ vágni. Na, az pont jó lesz. Ennyi! Az úgy jó, vagy abból még kisebbet is kéne törni? Akkor! Na azért ez nem ilyen egyszerű. Na de meg lesz most háromból. Ennyi. Rommázúztam. Várjál. Hát ez pici butka. Most még rosszabb, mint hogyha nem nyúltam volna hozzá. Az gyönyörű. Marozok, bármilyen íze marozok. Marozok, hátul kicsit kimondokon. Húha, most veszem észre, kiszúrtam a karodon ezt a nagyon szép figurát. Mit ábrázol? Egy ördöget. Ördöget? De hasonlít, egy-két vonás hasonlít rád. Rólad mintázták? Úgy is mondhatjuk. Szűkszavú vagy. Mi van? Akkor mégis a kellett volna az a nagy fröccs. Nem is úgy nagy fröccsök. Mit hisztok akkor? Semmit, üdítő. Csak üdítő itt a... Figyelj, munka. Megisztátok biztos a kék kutit, mi? Kék kuti vizet? Azt is megisztok. Hát de... Már reklámnak számít. Ne, hát felénk azt mondják, hogy vizet csak az állatok isznak. Nem úgy van. Nem? Nem. Mi az, amiben ti profik vagytok? Vakolás. Árukásás. Falazás. Térkövezés. Uh-huh. Ami a... Az urak éppen egy lány után mellé köz. Vigyázz, busz! Kővágó őrs. Hát a kő törő iparáról volt nevezetes kővágős, mint ahogy ez a neve is utal rá. Milyen? Sós köveket fejtettek. Az a vörös kővágős. Szín, ez a sós kő, vagy ez? Nem. A sós kő az egy ilyen szürkés. Szürkés. Ugye van itt egy olyan úgy, amelyet úgy hívnak, hogy Müller Péter. Igen, falugazdász. Falugazdász. Mit jelent az, hogy falugazdász? Már én nem tudom, hogy mit jelent a falugazdász. A Péter, mint falugazdász, tulajdonképpen itt a mezőgazdasággal foglalkozó embereknek ad tanácsot. Kővágősnek van tulajdonképpen közvetlen Balatonpartja. Álljunk meg! Kővágó őrs földrajzilag hány kilométerre fekszik a Balatontól? 3,5. 3,5. Körülbelül 3,5. Aztán van egy olyan tábla kint, hogy kővágóörs vége, aztán igen. Indulunk a Balaton felé, és ott van még egy kis kővágóörs? Igen, tehát itt megvan kővágóörs tábla vége, akkor kővágóörs külterületére érünk ki, és megyünk Réfülöp felé, és tulajdonképpen be kell menni Réfülöpre, és Réfülöpnél le kell menni a 71-esre, át a 71-esen, és van egy olyan tábla, hogy kővágóörs pálköve. Ez kővágősnek belterületi része tulajdonképpen, hoppá. Csak közvetlenül lenne a Balaton partján. Uh-huh. Kővágó őrsön annyira ugatnak a kutyák, nem tudom, lehet-e hallani a hangomat, itt a háttérben nagyon ugatnak, hogy még a kakas is fölmenekült oda a kéményre. Nagyon sok művész lakik itt Kővágó őrsön vagy nyaral, itt a háttérben például Grillusz Dorka apukája, a Grillusz Vilmos háza látható. Most éppen sajnos nincsen itthon, de egyébként ő is jön, ahogy Cseh Tamás is jön, és ahogy Szomjas Gyuri is jön le idén még ide Balatonra kicsit pihenni, feltöltődni, illetve egy picikét ihletet szerezni a helyi dolgokból. Ez most a hősök emlékére.
tárgyak. Ezek között van évszámos 1800-as évek közepéről, és mondom, ez visszavezethető már a 15. században is egy ismert háztartási eszköz volt. Köszönjük szépen! Rendelési idő az itt kővágőrsön egy kicsikét felborult az átlagos heti 7 naphoz képest, ugyanis itt van hétfőn, kedden, táppénzesen, szerdán, Salföldön, Kékúton, csütörtökön és pénteken, és még szombat reggel is. Ennyi nap. Teljesen pang az rendelő. Nincsenek betegek itt. Hát a délutáni órákban már pang, de délelőtt kellett volna. Reggel jönnek a betegek? De nincsenek sokan. Nagyon sok betegünk van. Nagyon sok? Mi? Betegszenek? Mitől betegszenek meg? Allergia? Mindenféle betegség felelhető. Ezt Kuka a műsorvezető megnézi, hogy hogyan tudsz. Látásvizsgálat. Vagy a jobb szemedet szeretnéd. Na melyik? Nem tudom. Mi először ezt lehet, akkor a melyik oldaltól lassan? A betűket. Ja, betűket. Onnan, hogy 8-3, teljesen mindegy, melyiket mondja. 8-3? Nem látok 8-at. Ja, hogy 8! 8-3, 1, 7, 76, 81, 33, 18, 21. Jó. És ha kiesik a szemem, akkor se látom a legalsót, de valami egyes a vége. 37-es. 84. 87-es. 87, bocsánat. Na, mit olvassak még? Akkor most a... Csere? Igen. Jó, szemcsere. Igen, és akkor onnan, hogy... 4, 7. Az egyszerűbb lesz. 4, 7, 2, 1, 13, 72, 28, 43, 84, 61. 81. 81? Jó. Minden ásó 81. Akkor ennyi? Igen, ennyi. Köszönöm szépen, jók a szemeim.